És nem éli meg drámaian az ember, amikor le kell jönni a színpadról, amikor azt veszi észre, hogy megöregedtem? Ez nálam nem fordult még elő, még én nem tartok itt, tehát én nem jöttem, alapvetően nem jöttem le. Tehát lejöttem a napi színpadról, de mondom azt, hogy a próbateremben tudok lenni, fiatalok mellett vagyok. Tehát valahogy nem érzem ezt, és hogyha az ember még összekalapálja magát, most például várom a fekvőtámaszaimat, ami most teljesen már kifáradtam, várom a hasizmaimat, például Japánban leszek, nem lesz ott a családom, és akkor este lehet, hogy én most srácok, a bemelegítek, és majd viszem még a turnét, 30-40 előadás, és akkor tudok talán a fizikumra fordítani és energiát. Most ez a 30 és 60 között, ez mi nekünk a térdünket, a gerincünket, a derekunkat, a fizikumunkat azért megviseli.